lendületet fog kapni ezáltal a Gastropiknik sorozat. És hát ugye, ami miatt itt vagyunk, ez a Gastropiknik sorozatunk 6. állomása, amikor a Turizmus Summit konferencián oda mentünk a Bahart vezetőségéhez, és megkérdeztük először csak poénkodva, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy ilyen rendezvényt. Magunk is meglepődtünk azon, hogy egyből bólintottak, és nagyon köszönjük, hogy befogadtak minket a kompra. Illetve hát van nekünk egy kiadványunk. A Kóstolt Körbe kiadványnak ez a 3. évjárata, vagy évszáma, vagy nem is tudom, hogy ezt hogy kell szépen mondani. És abban a különleges helyzetben vagyunk, hogy ezt még a Balatoni Kör tagok sem látták, ezt a kiadványt. Életünk árán próbáltuk védeni, hogy ez kellő meglepetéssel szolgáljon. Közben Szilágyi Lajost szeretném megkérni, hogy egy picit fáradjon közelebb, bármennyire is étkezés közben zavarom, de neki van a legnagyobb szerepe abban, hogy ez a kiadvány elkészült, illetve feleségem Lukásról Krisztina, aki több veszekedés árán éjszakákat dolgozott végig, hogy egyetlen egy hiba ne legyen, reméljük nincs is a kiadványban. Szóval a Villa Gréta tulajdonosa, Szilágyi Lajos volt az, aki ezt a kiadványt legnagyobb részt kezembe akartam egyet venni, és ezt természetesen elfelejtettem. Tehát, hogy erről a kiadványról van szó. Azért gondoltuk annó, hogy mi szeretnénk egy saját balatoni gasztronómiai kiadványt, mert mi a Balatoni Körben abban hiszünk, hogy együtt erősebbek vagyunk, mi nagyon jó szívvel ajánljuk egymást, és mi azt gondoljuk, hogy ha egy ilyen kiadványban megmutatjuk együtt, hogy mit tudunk, akkor az a sokak örömére lesz. És ezért összeszedtük ebben a kiadványban a Balatoni Kör által működtetett helyeket. Én nagyon-nagyon remélem, hogy nagy örömmel fogjátok forgatni. Természetesen kihagytam valakit a partnerek közül, a Magyar Konyhát. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy ő is tavaly óta mellénk állt, és befűzik a júniusi számba ezt a kiadványt. Úgyhogy én most ünnepélyesen lenyitnám ennek az autónak a hátulját, ami meghozta a kiadványokat, és a sajtótájékoztató után mindenkit arra biztatok, hogy kezdj el lapozgatni, és használjátok egészséggel, látogassátok végig a helyeket. És még egy nagyon pici időre szeretném az időtöket rabolni, ugyanis még aki ismer minket, tudja, nem szoktunk csak úgy egyszerűen egy ilyen rendezvényen megjelenni, elmondani, amit akarunk, és tovább menni. Még egy óriási meglepetéssel készülünk nektek. Az előbb egy rendőri ellenőrzés miatt megakadt a folyamat, de egy hajó érkezik ott mögöttünk, igen. Szeretném nektek bemutatni Lucit, ami a Balaton első éven át működő hajójárata lesz. Balatonlelei központtal fog ez a hajó működni, és az ő feladata az lesz, hogy kicsit kinyissuk a Balatont, az északi és a déli partot összekössük, borvacsorákat fogunk rajta tartani, borkostolókat fogunk rajta tartani, kerékpártúrákat fogunk szervezni, az összes rendezvényre fogunk járatokat indítani, és mindaddig fogjuk ezt csinálni, amíg a Balaton be nem fagy, tehát ezt januártól decemberig remélhetőleg minél tovább. Itt kérdően kérdezem azt az embert, aki kapcsolatot tart Lucy kapitányával, hogy közeledik-e a hajó. Igen. Jönnek, igen. Lajos elsinkófálta, hogy egy nagy taps kíséreti ide jöjjön, pedig most süteményt kínál. Lajos, nem fogod megúszni, légy szíves, gyere ide, amíg Lucy ide ér. Tehát, hogy a kiadványnél Lajosnak egy óriási nagy tapsot kérnénk szépen. Szilágyi Lajos a Villa Grétától parancsolja ezt, majd kiszemelt áldozatnak oda is ajándékozhatod ünnepélyesen, hogy az első példány. Szeressétek Lucit, aki most már közelebb jött és lassan körvonalazódik, és látszani fog természetesen a Balatoni Kör tövi tagját is, és akkor Lajosnak azért én átadom a szót, hogy pár szót szóljon. Köszönöm szépen, nem készültem semmivel, úgyhogy hosszú nem leszek. Forgassátok olyan szeretettel, mint amilyen szeretettel készült ez a kiadvány. 50 ikonikus hely van rajta, ami úgy gondolom, hogy meghatározó balatoni vendéglátás, illetve gasztronómia terén. A borászokat sem felejtsük el természetesen. Egy útirányt mutat,
támpontot az ide látogató turistáknak, hogy könnyebben meg felfedezzék azokat a minőségi vendéglátóhelyeket, amelyek egész évben nyitva tartanak.